A szív- és érrendszeri megbetegedés az egyik vezető halálok hazánkban. Ezért is örömteli, hogy a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház hemodinamikai részlege megújult a közelmúltban. Több mint 600 négyzetméteren infrastruktúrális fejlesztés valósult meg, és a géppark is fontos műszerekkel gazdagodott. Ez egy nagyon összetett folyamat volt, nyilván kezdődött egy infrastruktúrális fejlesztéssel, egy eszközpark kibővítéssel. Ez egy régebbi projektünkhez köthetően 700 millió forint nagyságrendű beruházást jelentett, ezt követően pedig a hotel szolgáltatást újítottuk meg részben önerőből, részben külső segítséggel. És ez azt jelenti, hogy egy új hotel szolgáltatás is rendelkezésére áll az ilyen típusú beavatkozást igénybevők számára. Nagyon fontos a kórház és az intézmény életében egy ilyen típusú centrum létrehozása. Ezt alátámasztják talán azok a mutatók is, amik tényszerűen mutatják, hogy mekkora igény van a szívkatéteres vizsgálatokra. Az elmúlt évben 3000 ilyen vizsgálatot végeztek a kollégáim. Székesfehérváron 2007 óta van szívkatéteres labor, 2009 óta tudtunk kapcsolódni ehhez az ellátáshoz, és ezáltal a Fehérváron, Fejér megyében élő betegeinknek nem kell már Budapestre menni koszorúérnyitásra, akut infarktusban, a nap 24 órájában, ez itt nálunk a Fehérvári Kórházban megtörténik. 2016 márciusában kaptuk meg az új katéterlaborunkat, ez infrastruktúrálisan egy jelentős fejlesztés volt, nagyon otthonos környezetben tudunk dolgozni, megfelelő kiszolgáló helyiségeink vannak, és egy kétállásos katéter labort jelent ez pontosan. Ez azt jelenti, hogy a kornak megfelelő minőségű GE Innova gépet kaptunk. Ezeken nem csak szívkatéterezést, infarktus ellátást lehet tenni, az egyiken pacemaker beültetések történnek, illetve alsó végtagi érfestésre is alkalmasak ezek. Ez év szeptemberében nyitottuk meg a 7 ágyos fektetőnket, ahova az elektív, azaz az előjegyzéssel a kardiológus által előjegyzett betegeinket vesszük fel, ahol kardiológus kollégák szívkatéterezést indikálnak a betegeknek. Ez azért jó, mert ez egy szerves egységet képez a katéterlaborral, és itt közvetlenül a katéterlabor környezetében tudjuk betegeinket ellátni egynapos ellátás keretében.